Na nézzük meg, mi a helyzet pompom. Tökit, én bocsánat, lekertem, tökit lerakom. Töki a legszebb pompom a világon. Töki, nézd, eldobta magát, kész, ennyi. Na igen, tehát érkezik Préssel Nikolett, a PNM teli őrtő, szervusz. Pompom felhő, pompom felhő. Mégis mi az a pompom felhő, mert elképzelésem sincs. Ez egy pompom béka? Nem, ez pompom egy autó. Pompom autó. Hát ugye ki honnan nézi? Innen, így autó, így béka. Ez egy ilyen vasakteszt is egyben, tehát hogy ki mit lát bele. Hát nézzük, hogy ez így egy béka. Úgy tényleg egy béka, igen. Egy ilyen ézelfagú béka, igen. Tehát ez a klasszikus pompom, amit még mi is általános isibe csináltunk, ilyen kis kartongyűrűkből. De hogy lesz belőle felhő? Nagyon egyszerűen, csinálunk rengeteg pompont, annál élethőbb, minél több méretbe készítünk el hozzá ilyen kis pomponokat. Papírból vágunk egy alapot neki, ami felhő formájú lesz. Uh-huh. És ráragaszgatjuk ezt a kis pomponokat. Tehát akkor nem egy óriási pompon felhőt kell elképzelni, hanem ezzel a technikával, mint az autó, fogunk majd egy vagy pompon. Vagy a béka, kinek hogy hát, vagy a béka, igen, brekeke. Fel fogjuk ragaszgatni, és így fog kiadni egy felhőt. Igen, mert én is vagy egy ilyen fel. Egy hát annyira hozzászoktuk már ahhoz, hogy itt ilyen fantasztikus dolgok készülnek, hogy egyre nagyobban gondolkodunk mi magunk is. De igen? Bocsánat, egyébként nagyszerű ötlet ez a pompom felhő is, mert nagyon könnyen létrehozható az is egy lámpabúrát, hogyha beborítunk pomponokkal. Készen van már is egy különleges extra lámpa, gyerek szobába tökéletes. Nagyon jó, na milyen tessék, jó, így na. Születnek a jó kis ötletek. Oké, tudunk ebben segíteni neked valamit? Persze, igen. Millió pompomot kell gyártani. Nagyon jó lenne, hogyha segítenétek pompont készíteni. Többféle módon készíthetünk pomponokat, ugye, amit már említettél, hagyományos kis papírkarikával, vagy egy villa segítségével rátekerjük, vagy használhatjuk az ujjunkat, és arra tekerjük a pomponokat. Én is tudom, nekem is van egy pomponkészítő technikám, megmutathatom? Igen. Tökéletes. Nem olyan borzas. Igen. Hát én most a leggyorsabbat, legegyszerűbbet mutatom, csak így egyszerűen az ujjunk köré tekerjük, minél több, annál sűrűbb lesz a kis pomponunk, mondom, annál szebb lesz. Emlékszem, hogy aztán ilyen általános hetedikben volt ilyen óriási trend. Hetedikben? Talán hetedik körül lehetett, és akkor mindenki gyártotta a pompomok, meg a nem tudom, ilyen karkötők voltak, ez ugyanaz az időszak. A karkötőgyárosok közé tartozom. Okay, igen, hát azok nagyon áldáz ellenségek voltak, a pompomosok és a karkötősök. Az a gondom nekem ezzel a kezedre tekerős technikával, hogy én mindig elszorítom az ujjaimat. Ezt jól csinálom? Igen. Igen. Okay, igen, tehát én ezt bár én kettővel szoktam, és na. Akkor közé ugye egy kis cérnát vágok már előre. Én is csinálok, mert szó írja a ház elejét, hogy én nem csináltam semmit. Csináltam más, bármilyen színből, bármit választhatok? Nyugodtan innen? Bármilyenből, ami szimpatikus. Egy ilyen kis kékecske. És ugye az a jó ebben, hogy akármilyen fonalat fel tudunk erre használni, és mikor úgy látjuk, hogy elég a fonál mennyiség, akkor levágunk még egy darabot. Én ilyenkor leszoktam szedni, így az ujjamról, de vigyázok, hogy szét ne essen nagyon, és megkötöm két kis csomóval. És ha kettőt csinálsz, akkor miért mondtad a cérnát? Hogy közé rakom a cérnát, és akkor ugye utána, amikor elvágjuk, akkor csak össze kell kötni, és széthúzni a kettő papírt. Én meg küzdök közben, mint disznó a jégen, de fog ez menni. Igen. És ennél a technikánál tényleg azért ez a leggyorsabb, legegyszerűbb, mert ilyenkor már megkötöttük. Igen, csak szét kell csak vágni. Elakadtam a cérnánál, azt így körbe, így belerakod. Na, akkor Dóra is elakadt, azért nem csak én, oké. Okay. Így most. Ezt itt körbe tekerítjük. Igen, így, az rámegy. Rárakjuk. Akkor összefogom, és most és összefogod, és akkor most tekerhet. Köré. Aha, jó, én csomót kötöttem, de fölöslegesen, de az se baj, nem? Nem baj, nem csomót, baj. A lényeg az, elvágjuk majd. Ha ez aha. Itt kilóg, akkor mindig összegubancolódok vele. Nem probléma, mert utána kihúzzuk majd. Jó, egy kicsiket hagyunk rajta, és jó. Akkor... És most már értem, miért volt rajta ez a vágás, és ezt nem értettem, de most már értem, igen. Hogy mihez kellett.
Végül is általános iskola 7. osztálya nekünk már régen volt, úgyhogy hát, fel vagyunk mentve a technikából. 6-7-8 éve, ilyesmi igen, lehetett, igen. Csak ennyi kb. Igen, igen. És mondjuk mennyi, hány ilyen pompont kell legyártani ehhez? 129-et. 129 darab kell? Hát jó, még nem számoltam meg, de igazából végtelen mennyiségig gyárthatjuk, amekkora felhőt szeretnénk. Minél nagyobb, annál több, uh-huh. nyilván. Pláne, hogyha játszunk a pomponok nagyságával, ugye itt van ilyen egész kicsi. Az ilyen kicsiket egyébként én azt javaslom, hogy azt villával készítjük uh-huh. el. Ez is nagyon egyszerű. Itt ugyanúgy, mint az újnál, csak itt a villára tekerjük, és egy kicsike kis pompont fogunk kapni a végén. Én feladtam, engem úgy bezavartál ezzel a kereszt szalaggal, amúgy nagyon jó ezt tekergetni, de az mindig beakad, úgyhogy ugye? Megsértődtem, durcás lettem, és megyek inkább zéróvészt, beszélgetni Tóth Andival. Azért egy jó nagy felhőt vágsz, Niki. Igen. Lehet, hogy ennyi, nézd meg, mennyi pompomot készített. Közénk. Igen. Lehet egy kicsit viharfelhős is, és akkor a zöldeket is bele csempészhetjük. Akár nyugodtan. Hát igen, lehet igen. nagyon színes, tarka-barka is a felhő. Minél színesebb, annál tetszettősebb általában a gyerekeknek. Nyilván ezt lehet illeszteni a gyerekszoba színvilágához, enteriőréhez. Sőt, tovább is viszem, akár ezeket a pomponokat máshová is fel tudjuk használni a gyerekszobában, nem csak ilyen fali dekorként, hanem mondjuk van egy egyszínű dekorfüggönyünk, vagy fél áteresztő függönyünk, és csinálunk hozzá színbe passzoló szép kis pomponokat, és azokat felvarjuk a függöny szélére, már is teljesen új hatást érünk el de vele. De jó, vagy kisbabátnak a takarójára, és akkor ezt így tudják gyúrmázni, mint ahogy én igen, szeretem. Bár szerintem ez egy kicsikét veszélyes, mert lehet, hogy ki tudják húzni. Ez neked, neked kell a te paplanodra. Kisbabám, én vagyok a saját kisbabám most már. Igen, igen, az neked én lehet ezt fogdosni. És hogy rögzítjük a ragasztópisztolyjal? Ragasztópisztolyjal, természetesen ragasztópisztoly. Illetve csináltam ilyen kis lógópompokat, mint hogyha esőcseppek lennének. Aha, tehát akkor, akkor még majd. Először ezeket különböző magasságba fellógatjuk, és utána jöhet a... Különleges alkalom, átengedem neked a ragasztópisztoly használatát. Na várjál, akkor szerintem cseréljünk helyet, mert nem biztos, hogy elér odáig, és akkor én most én biztos nem leszek annyira profi, mint te. De hogy hát... nem. Jó, nem kell sok. És akkor, és akkor csak nyugodtan nyomd bele. Így, próbálom úgy, hogy akkor az ujjam ne legyen olyan. Figyeljünk arra oda, hogy különböző magasságban uh-huh. legyen, annál játékosabb, szebb, látványos. Hát, hogyha hosszú a cérna, akkor utána még le tudjuk igen, vágni. Igen, szerintem egy kicsit hosszú, én ezt kicsit rövidebbre hagynám. Jó. Ide, mondjuk. Oké, köszönöm szépen a segítséget. Ennyi, tehát így, ugye ennyi, ez meg fogja szépen igen. majd fogni. És adok még egyet. Jöhet a következő. Lecsippanom. Persze, zavarja a szemedet. Mi? Ezt igen, nem az kényszeres igen. OCD és mi volt odat. Így, köszönöm szépen, tökéletes. Kis pomponok. És akkor ugye itt ezen is látható, hogy egy-egy ponton hozzá van ragasztva, uh-huh. és utána el lehet őket takarni, de nyugodtan. Aha, akkor ezt csak így elkezdi az ember random, ugye? Nem, nem. Igen, és különböző nagyságú pomponokat lehet rá pakolni össze-vissza, minél randomabb, annál természetesebb. Na ez a random az, ami egyébként nehéz, mert az ember egy idő után elkezdi igen. rendszerbe pakolni őket, akárhogy. Gyártok pomponokat, hogy szép dús felhő legyen. Hát na, ugye, amíg gyülekeznek a vihar felhő. Nem viharfelhő lesz, de dolgozzatok csak. De nyári, ez nyári zivatal. Nyári zivatal. Mindjárt jövünk vissza akkor a nyári zivatalral. Mert hogy szépen alakul, lassan meghasad ez a pompon, az ivatar felhő. De tényleg, tök jó. Nyomok ide neked egy pár. Nem bírod megállni, hogy mire majd ne ragasztó pisztolyhoz egy kicsit. Nagyon kell nekem, úgyhogy gyorsan tekerek még egy kék pompont. Nem voltak tökéletesek az arányok. Mi a vihar felhőhöz? Hát ne ez legyen annyira viharos, ez a legmegnyugtatóbb kis felhő, amit én valaha láttam. Ez az, amire úgy szeretsz felnézni az égre, meg a szobád
plafonjára. Hát alapvetően az esőfelhő, hát az egyem lennének esőfelhők, akkor elég nagy baj lenne. Jó, azért tehát, esőfelhő és esőfelhő között is van különbség, mert van. Amikor fekete az ég és haragos, akkor az nem annyira megnyugtató. Nem, ez egy ilyen nagyon kellemes nyári, egy ilyen nyári kis zivatar felhőcske, ami így betévedt oda a kék és égre, rád mosolyog, és pár meleg langyos egysőcseppe meglocsol téged. Igen. Illetve ez a babáknak is nagyon megnyugtató tud lenni, mert kifejezetten szeretik azokat a játékokat, tárgyakat, amiket meg tudnak tapogatni, és különleges a tapintásuk. Hát itt is ugye a több érzékszervre való hatás, mint amit a Miklós is a kertben bemutatott, itt is nyilván ez kell. Oda? Ide is lehet nyugodtan. Még egy kis illattal megvan mondjuk valahogy bolondítva. Esőillat. Esőillattal, igen. Annál jobb nincsen. Jó, jól van, hát ennyi fért a mai adásba, megint nagyon meglepő módon. Nagyon elsuhant az idő, de hát ha önök is így érzik, akkor pánikra sem jók, mert hogy holnap megint csak jön a Spektrum Home magazin, és megint egy csomó tök jó ötlettel várjuk önöket, például holnap is lesz pompom. De egész más. Igen, tartsanak velünk. Viszontlátásra!